Örülök, hogy újra itt vagyunk együtt a fiúkkal, elkezdtük a kemény munkát, úgyhogy minden tervszerűen ütemben halad, úgyhogy minden a legnagyobb rendben. Nagyon örülök neki, hogy hál' Istennek a meccs előtt azért sikerült ponton tennem ugye az átigazolásomnak a végére, így ugye nincsen semmi más dolog a fejemben, csak ugye ez a mérkőzés, úgyhogy ennek én nagyon-nagyon örülök. Addig egyéni edzésterv szerint készültem a Holland Exolitól, a szövetségi kapitánytól is kaptam edzésprogramot, úgyhogy az alapján készültem, plusz a Ferencvárosra eltöltöttem néhány napot, de utána már ugye kellett kijutaznom múlt héten a orvosi vizsgálatra folyamatosan, onnantól pedig pár napot kint töltöttem már Londonban, úgyhogy így készültem fel. Nagyon pozitívak, tehát igazából nem ismeretlen terepre érkeztem. A Queen Park az egy nagy klubnak tekinthető Angliában, úgyhogy nagy hagyományokra tekint vissza, úgyhogy tényleg nagyon örülök neki, hogy sikerült összejönni ennek a szerződésnek. Igazából románokkal még jelenleg nem foglalkoztunk, tudjuk, hogy plusz-minusz mit fognak játszani, vagy hogy mire számíthatunk. De nekünk én úgy gondolom, hogy a saját dolgainkat kell rendbe tenni. Ugye egy-két új dolog is bejön a képbe az új szövetségi kapitány által, de én úgy gondolom, hogy egy jó alapra tudunk építkezni, úgyhogy ezt kell ezután is nekünk csinálni. Nyilván próbálja ő is minél hamarabb leszögezni, hogy miket szeretne, de igazából nagy változásokon nem fog keresztül menni a csapat, hiszen ő is elmondta, hogy sok dologban nem szeretne változtatni, amit pedig ugye ő behúz pluszba, azt nekünk teljesen akceptálni kell és követni, amit ő kér. Úgyhogy ez mindig így van, ugye egy edzőváltásnál lesznek új dolgok, úgyhogy ez nem okozhat problémát nekünk a játékosoknak. Mindig szerettem a kihívásokat, az új feladatokat, és ezt egyértelmű Szombathelyen sikerült megtalálni, ahogy mindeddig minden klubomnál. Nagyon élvezem a munkát, ugyanúgy, ahogy eddig is, és mindig a feladat motivál, illetve a feladat éltet, hogy minél előbbre helyezzünk a tabellán. Természetesen a célunk az, hogy egy jó középcsapatot építsünk Szombathelyen, ami kicsit eredményekben azért pozitívabban mutatkozik meg, de megyünk tovább és saját magunkra figyelünk. Én a saját feladatomra koncentrálok, hogy nekem mit kell teljesítenem, mit kell dolgoznom. Mindenki ugyanezt teszi, és így áll össze egy csapatmunka. Mészöly Géza vezetésével van egy olyan edző, aki nagyon jól látja a dolgokat, nagyon jól érzi a dolgokat, és ehhez megvan a megfelelő csapat is, aki egy irányba húz. Én azt gondolom, hogy ez látszódik meg az eredményünkön. Én egyetlen dolgot várok a mérkőzéstől, hogy mérkőzés végén ne legyen olyan hiányérzetünk, hogy sokkal jobban lehetett volna esetleg játszani, vagy egy-egy párharcba belemenni. Tehát mindent adjunk ki magunkból, és én azt gondolom, hogy ha maximumot tudjuk mi saját magunkhoz képes nyújtani, akkor egy nagyon jó mérkőzést láthat a közönség. Ugye mindenki most jön be a táborba, tehát mindenki bajnoki mérkőzésekről érkezik. Én azt gondolom, hogy a héten ugye a vezetőedző, illetve a stáb tudja, hogy milyen edzéseket, milyen irányot kell mutatni. Mi játékosok próbáljuk ezt maximálisan teljesíteni edzéseken. Nagyon remélem, hogy a mérkőzésen is kijön a munka, és nem lesz hiányérzetünk a mérkőzés után.